Üdvözlök, ismételem mindenkit! Most jön egy régebbi opera verzió, egy 2018-as augusztus 20-ai verzió. Régi verzió, ami még saját rotoron alapszik. Szóval annyit tesz ki, ha nem másolja se a Chrome-ot, se a Firefox-ot, se a Gecko-t, semmilyen nyitforrás kódot, hanem saját kódon alapszik. Ki fog derülni, hogy mennyivel is másabb, mint a mostani verzió. Mindössze 12 évvel idősebb mostanitól, ha egyáltalán fel lehet telepíteni rá. Tiszta más volt a régebben a dizájnok. De dél lesz beírva mostan. Windows Vista-t támogatja. Nem tudnátok, a Windows Vista ugyanaz már, mint a Windows 7. Mi azon a kernel van mind a kettő. 100%-os, hogy kompatibilis fog vele lenni. Kire, hogy futassa. És másabb az ikonja, mint az újnak. Itt van ez az opera. És két, várni kell vele. Működik is. És volt 9 darab oldal, hogy bírta állítani, meg az Ask volt a főkeresője neki. Abult opera. Itt is van, amiről beszélek. Javát használt, HTML, öltött, OpenSSL, és mind alapszék, hát az Opera 9.51-es, hogy itt van, akik kódolták le. David M. Gay, ez a fő fejlesztő, aki írta az alkalmazásnak a rotor kódját. Most megnézzünk, hogy melyiket írja most már. Erik Jung írta. Na, én is megtalálva. Programozó kik is felesztve azok le vannak. Na, mert érdekesek, mint a sztárok, mint a Raff sztárok.
vagy hal. Nézzük meg a régi operának a funkcióit. Azt látom, ilyen vidgeteket. Új opera Andons jelenik meg. Nem kompatibilisek egymással. Tudok a beállítások rajta. Kapcsolni. És már is jegyezte meg. Hol voltál? Ez már nincs, hanem másikba. Ez a funkció, hogy... És kapcsolni. Nagyon sokat újítottak rajta. Voltak ilyen. Voltak? Jó a mással, mint a mostani? Gyorsabb volna. Más rotoron is alapszik. Köszönjük a figyelmeteket. Szevasztok.